Sziasztok, én Jancsák Árpád vagyok az itfröccs.hu-ról. Ma egy Dell Inspiron 7537-es notebookot fogunk bemutatni a kicsomagolás utáni állapotát. Hogy ez a dobozon látszik, milyen felszereltségű. Kapunk egy 15.6-os Full HD-s érintőkijelzőt, Core i7-es 4. generációs 4500U-s 1,8 GHz-en működő processzort, 8 GB RAM-mal, ez DDR 3600 MHz-esek, és gyakorlatilag 2x4 GB van benne, egy 1 terás Toshiba vinyót, DVD írót, amire majd később kitérek, ez elég vicces, ez egy elírás a csomagoláson, egy Nvidia GT 750M belső videókártyát, 2 GB RAM-mal, Windows 8 64 bites operációs rendszert, egy 4 cellás akkumulátort, amit megnéztem, egy 58 volt amperes van benne, elég körülményes az eltávolítása, valamint egy alumínium ezüst kialakítást, külsőt. A csomagban a notebookon és a csomagolás részein kívül kapjuk a szokásos leírásokat, Quick Guide-ot, valamint ez sem jellemző annyira, kapunk egy Windows 8 Recovery médiát. Megvan még a szokásos tápkábel, és legutóbb az adapternél, vagyis hát a Latitude, ez egyik Latitude-nél láttam egy ugyanilyen adaptert, elég dizájnos, de a kialakítás, nézzük meg közelebbről, egy 90 wattos, 19,5 volt, 4,62 amper kell neki. Erre is figyeltek. A tápkábel végeit látszik ez a fehér sáv. Ez csatlakoztatáskor világít, így sötétben is elég jó használható. Ennyi van a csomagban, nézzétek meg a további videókat is erről a termékről, és látogassátok oldalunkat. Köszi, sziasztok!